A londoni indulás lehetőségét vélhetően nem befolyásolja, az olimpia szemszögéből mégis érdekes végeredményt hozott a női a magyar bajnokság. Pávölgyi Miklós szövetségi kapitány már korábban kijelölte azt a két versenyzőt, aki ott lehet majd Londonban. A magyar színeket az Alba Volános Kovács Sarolta és a BHS és Tóth Adrien képviseli majd. Mégsem közülük került ki az idei magyar bajnok, az első helyet ugyanis az Alba Volán kitűnősége Gyenesei Leila szerezte meg, éppen a második helyzet Kovács és a harmadik Tót Adrien előtt. Csak érdekeséképpen meg, hogy a versenybíróság 100 pontot levont Kovács Saroltától. Az indoklás szerint Kovács Sarolta a lovaglás során az egyik ugrásnál külső edzői segítséget vett igénybe. Számszerűleg ugyan nem befolyásolta volna ez a plusz 100 pont a végeredményt, hiszen így is gyenesei lett volna a bajnok, azonban mindenképpen élesebb lett volna a verseny az aranyért. Csapatversenyben versenyben a BHS-e nyert, az Alba Volán SC gyenesei Leila Kovács Sarolta had a Noémi összeállításban a második lett, míg a másik Fejvári Egyesület az Alba Öttusöse, Alexejev Tamara, Szabó Noémi és Zics Adrien összetételben bronzérmet szerzett a csapat során. A férfiaknál nem hozott nagy meglepetést a verseny, Kasza Robert nyert, Tibolya Péter és az Alba Volán SC s Demeter Bence előtt. A Volán két érmet is szerzett a csapatversenyek során, a végső győztes KSI mögött a Demeter Bence, Harangozó Bence, Demeter Gergely összetételű első volános csapat lett az ezüstérmes, míg a bronzérvet a második keret szerezte meg Málics István Telek Máté, Gauruder Krisztián összetételben. Ötusázóink július 5-től az Európa bajnokságon szerepelnek. A magyar bajnokság után Pávölgyi Miklós szövetségi kapitány kihirdette a kontinens bajnokságra készülő keretet. Ez szerint a lányoknál Tóth Adrien, Kovács Sarolta, Gyenesei Leila és Földházi Zsófia, míg a fiúknál Marosi Ádám, Kassa Robert, Demeter Bence és Tibolya Péter utazhat Szófiába.